Tök új intrón van, nézzétek már meg! I ride my bike, I roller skate, don't drive no car. I ride my bike, I roller skate, don't drive no car. I vibe in love, I vibe in love, yeah. I got a brand new pair of roller skates, you got a brand new key. Na hello mindenkinek! Ma pénteki napot írunk, és van egy kis dolgom. El kell ugranom a Dunaplázába, és el kell mennem a Vodafonehoz, hogy egy ilyen mobiltelefonos szerződéses papír cuccot elintézzek. Arra gondoltam, tök izgalmas lenne megnézni, hogy milyen az élet a Dunaplázában, így karantén időszak alatt, úgyhogy most ennek utána eredünk. Viszont ami sokkal fontosabb, hogy kb. 47 percen maradt odaérni 3 óráig, még úgy zárásig, úgyhogy rohanunk, de csak óvatosan, és ehhez meg is jött ma a vadonatúj pukósisakom. Nagyon király, és imádom ezt a szint. Nos, hát az egyértelműen látszik, hogy túl sok helye a bringa tárolóba nincsen a Dunaplázánál. Na, hát meg is volt a Dunapláza, igazából nem sikerült elintéznem a dolgokat a Vodafoneban, de ez tökre az én hülyeségem, mert nem hoztam el minden papírt. Ami viszont sokkal érdekesebb és fontosabb ennél, hogy miközben kameráztam az épületben, leginkább egyébként magamat ugyanebben a pozícióban, illetve néhány vágóképet így az áruház belsejéről, közben odajött hozzám egy elég testes biztonsági őr, eltetette velem a kamerát, és elkezdte mesélni, hogy tulajdonképpen milyen szankciói lehetnek ennek az egésznek, hogy én itt kameráztam. Amire az első kérdésem nekem természetesen az volt, hogy hát elnézést, én ezt nem tudtam, hogy itt nem lehet kamerázni, soha életemben nem hallottam ilyesmiről, és akkor viszont az ezzel kapcsolatos tájékoztatás ugyan hova van kihelyezve, hogy én ezt láthassam is. Amire ő válaszként azt mondta, hogy hát az áruház bejáratainál és különböző helyen az áruházban is ki vannak téve ezek a tájékoztatók, hogy tilos mindenféle kamerás tevékenység. Ami viszont különösen érdekes, hogy kijöttem az áruházból, és én nem találtam semmilyen matricát, hogy tilos kamerázni az áruház területén. Na most ez egy picit problémás, úgy vélem. Közben egyébként, mikor elmeséltem, hogy vágófelvételeket készítek és hasonlók, akkor közben félig meddig próbált nekem munkát adni, vágóként. Szóval, hogy egyébként annyira nem is értem, hogy mi akart lenni ez az egész. Na, egy biztos, gyerekek, hát vagy ne kamerázatok, hogyha plázába mentek, vagy járjatok utána, hogy pontosan mik az erre vonatkozó szabályok, de úgy, hogy tudjatok érvelni. Én sajnos annál jobban nem tudtam érvelni, mint hogy semmilyen kihelyezést nem láttam erről. Hát a felvételeket ki kellett törölnöm. Ami teljesen biztos, hogy a Dunapláza épülete egyáltalán nem kihalt. Tehát vannak emberek, itt vannak az üzletek, és tulajdonképpen elég sokan találhatók itt közben. Azt nézem, hogy még itt is van egy biztonsági őr, de remélem, hogy ő már aztán tényleg nem engem akar elkapni. És valamilyen kerékpárokat fotózik. Hát, hogy eltűnt egy kerékpár? Talán. És remélem, hogy meg lesz. Az nagyon szerű. Én mindig totálisan be vagyok szarva, hogy elvigyelek a végén. Na, hát utána jártam a dolognak, és belépés után itt a fotocellás ajtóktól néhány méterre, illetve a két réteg fotocellás ajtó között van egy nagyjából A3-as méretű plakát, amin eléggé kisbetűvel, tehát hogyha így kifejezetten eljár az ember és végigolvassa, akkor egy ilyen elég tetemes mennyiségű szöveg ki van írva, hogy mit szabad és mit nem az áruház területén végezni. Valóban benne van, hogy nem szabad fényképet és hangfelvételt és videófelvételt készíteni, de hát ezt ki a fene olvassa végig, legalább lenne egy bazin egy ikon odaragasztva, és akkor érteném, hogy mi van. De ez így nyilván nem tűnik fel senkinek, szóval ez inkább ilyen mi kiírtuk típusú eljárás. Hát kicsit azért fel lettem bosszantva, maradjunk annyiban. Nem baj, menjünk tovább. Hát ami most ezek után történni fog, az az, hogy elindulunk szépen hazafelé a bringával, és közben megpróbálunk valahol virágföldet venni, mert Vali megkért rá, hogy valahonnan szerezzek már még virágföldet. A Vodába és a Dunaplázában még majd visszajövünk legközelebb, és akkor majd nem fogok kamerázni. Úgy tűnik, hogy a Penny Marketig kellett eljönnem, hogy kapjak virágföldet, de megoldottam. Nagyon fontos, hogyha barátnőtök, vagy barátotok kér valamit, ti pedig megígéritek, akkor megpróbáljátok teljesíteni. Addig, amíg csak lehetséges. Úgyhogy viszek virágföldet. Figyelj már, hát rendesen belefért a táskába. Ja, egy picit eltúloztam, de hát csak ekkora volt. Mondjuk, hogy hogy bírom el, azt még nem tudom. Viszont vettem bort is, meg van otthon sör, úgyhogy ha egyszer hazaértem ezzel, akkor azt mindenképpen megünnepeljük. Nagyon köszi, hogy itt voltatok, tartsatok velem legközelebb is. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mert lesz még ilyen, vagy ennél valószínűleg sokkal jobb. Legyen nagyon király hétvégétek. Sziasztok!